tisztelt hallgatóság! Tehát, ahogy elhangzott, Nagy Kolozsvár történetének egy korszakáról, az 1850 és 1945 közötti időszakról fog beszélni, a várossal kapcsolatos politikai eseményekről, fontosabb politikai történésekről. Paksi Zoltán vagyok, az Zala megyei levéltár munkatársa, történész levéltáros, és nyilvánvaló módon ebben a munkában, munkahelyem, a levéltár forrásanyagára is nagyban tudtunk támaszkodni, hiszen a Zala megyei levéltárban található iratok is nagy segítséget nyújtanak ebben a munkában. Rá is térnék a témára. Ez az időszak, ez a közel 100 év, amelyik jelenti ezt a fejezetet, tulajdonképpen három nagy korszakra oszthatjuk. Az első korszak ugye az úgynevezett dualizmus időszaka, amely ugye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utáni időszak, annak bukása utáni időszakot követő szünet után 1867-től kezdődik, amikor a kiegyezés lezajlik, és létrejön az az államrendszer, amikor az osztrák és a magyar fél tulajdonképpen egy egyezményt köt, ugye kiegyeznek egymással, és létrejön ez a két központú állam, amit ugye így hívunk, hogy dualista állam, dualizmus, az osztrák-magyar monarchia, és ez ugye az első világháború végéig tart ez az időszak, 1918-ig, amikor egy rendkívül zűrzavaros időszak következik be Magyarország életében, és nagyon szomorú időszak, drámai események követik egymást 1918-19-ben. Erre is ki fogok térni, hogy ezek hogyan érintették Nagykanizsát, nagykanizsai város lakóinak életét. Majd egy újabb korszak következik, a harmadik, ugye tulajdonképpen 1919 végétől, 1920 elejétől, a névadójáról, Horthy Miklós kormányzóról nevezhetjük ugye Horthy korszaknak, és ez gyakorlatilag második világháború végéig, 1944-45-ig tart, ugye a háborús időszak, vagy a háború front, ahogy vonul, és ahogy a politikai változás az országban akkor megtörténik, 44-45-ben. Kezdjük tehát az elején, és megpróbálom én azt végigkövetni, hogy ezek az országos nagy politikai események, változások hogyan érintették Nagykanizsát, illetve ezektől függetlenül milyen fontosabb, érdekesebb politikai események történtek Nagykanizsán. Nyilván ebben az időkeretben csak én a fontosabb politikai eseményekre tudok kitérni, mindenre nem tudok beszélni, de igyekszem egy ilyen a főbb eseményeken végig vonulva bemutatni, hogy mi is történt a városban. Kezdjük az elején, tehát 1860-as évektől kezdve megindul az a folyamat, ahogy említettem, amely elvezett végül a kiegyezéshez. Hát ugye 1849 és 1867 között politikai események az országban csak nagyon ritkán tudnak történni, hiszen egy Habsburg önkényuralom van, és az országban a szabad politikai szervezkedés az nem lehetséges. Rövid szünetek vannak, az uralkodó időnként tárgyal, de hát ez igazából csak ezek rövid epizódok. A változás 1867-ben következik el, ahogy említettem, amikor tulajdonképpen Magyarország a monarchián belül egyfajta európai típusú akkori szintnek megfelelő állammá, mondhatni azt, hogy akkori szintű jogállammá változik, annak minden velejárójával. Tehát van országgyűlés, amelyik törvényeket hoz, van kormány, tehát egy modern polgári állammá válik ugye Magyarország. Igaz, hogy nem önálló állammá, mint Magyarország, tehát így egy önálló állama, hanem egy nagyobb birodalomnak a része, de a birodalomon belül jelentős önállósággal bír, és polgári berendezkedésűvé változik. Tehát országgyűlés működik, hozza a törvényeket, pártok működnek, vannak választások, és a kormány, a magyar kormány irányítja az országot, amely ugyanúgy állt föl, mint ma, a választásokon győztes párt alakíthat kormányt. Fontos azonban, egy nagy különbség van a mai viszonyokhoz képest. Tudnunk kell azt, hogy abban az időben a politikai életnek az egyik legfontosabb eseménye ugye az általában a választás volt, a parlamenti választás. Ugye ma is ez egy rendkívül fontos politikai esemény minden ország életében. Nagy különbség az akkor és a mai viszonyok között, hogy abban az időben ugye nem volt minden felnőtt embernek választójoga. Ugye ma természetesnek vesszük, hogy minden 18 éven felüli felnőttnek van választójoga, ugye akkor ez nem így volt. Akkor csak a társadalom egy kisebb részének volt választójoga. Arány szerint úgy tudjuk ezt meghatározni, hogy körülbelül a dualista korszakban, a dualizmus időszakában körülbelül a teljes népességnek a 10%-a rendelkezett választójoggal. Ezt még pontosabban is meg tudjuk határozni, hiszen tudjuk, hogy bizonyos népességcsoportoknak nem volt egyáltalán választójoga. Így például a nőknek ugye nem volt választójoga, hát ugye abban az időben ez Európa többi országában is így volt.
Tehát ezzel a népesség fele kiesik, és a maradék, a férfiak közül is nyilván a kiskorúak, tehát ugye kiesnek természetesen, és a felnőtt férfiak között is volt azonban még egy választóvonal, a vagyon az döntő módon szólt bele, tehát itt nyilván egy vagyonnal vagy jövedelemmel kellett rendelkezni ahhoz, hogy valaki választópolgár lehessen, nyilván minden magasabb vagyona volt, annál biztosabban volt választópolgár, illetve iskolai végzettség is meghatározhatta, aki diplomás volt például, az is rendelkezett választójoggal. Tehát így összességében ez a társadalmi csoport alkotta a választópolgárokat, ők vettek részt a parlamenti választáson, ők a társadalomnak nyilván egy előkelőbb rétege volt, de hát ez nyilván jelent, valamilyen módon jelképezte a társadalomnak is az akaratát, hiszen ők nem különültek el a társadalom többi részétől. Ha ránézünk a képre, akkor ugye alapvetően kirajzolódik a dualizmusnak ez az alapvető politikai arculata, ami azt jelentette, hogy két nagy párt létezett a korszakban, tehát 1867 és 1918 között, és ezek az akkori államberendezkedéshez való viszony alapján határozták meg magukat. Volt a kormánypárt, amelyet először még Deák pártnak neveztek, ugye Deák Ferenc, a kiegyezésben résztvevő magyar politikai vezető, az ismert zalai politikus nevéből, vagy az ő nevét felvéve, vagy az ő követőiből álltak 1867-ben a Deák pártiak, és ők voltak azok, akik a kiegyezést és a fennálló dualista államrendszert támogatták. Azt mondták, hogy ez az államrendszer, ez a helyes út, ez a jó megoldás, és ezt az államrendszert támogatták. Ezzel szemben állt a nagy ellenzéki párt, a függetlenségi párt, amelyik ugye benne van a nevében, Magyarország teljes függetlenségét akarta kivívni, azaz nem akartak a monarchián belül létező Magyarországot, hanem önálló, független Magyarországot akartak, és ezért nevezték magukat függetlenségi, vagy gyakran függetlenségi és 48-as pártnak nevezték, mert ugye 1848-ra utalt ez. Tehát ez a két nagy párt létezett végig a dualista korszakban, és végig a kormánypárt, a Deák párt, majd később ebből lett a Szabad Elvű párt elnevezés, volt végig, egy rövid időszaktól eltekintve végig kormányon volt. Tehát ez egy kormány, vagy ez egy párt adta a kormányt tulajdonképpen ebben a korszaknak a nagy részében. Az egyik legismertebb időszaka ennek a szabadelvű párti kormányzási időszaknak, ugye Tisza Kálmán miniszterelnöksége, aki 1875 és 1890 között 15 éven keresztül volt miniszterelnök. Nézzük meg, hogy Kanizsa milyen helyet foglalt el ebben a rendszerben, a nagykanizsai választópolgárok és a nagykanizsai társadalom vajon melyik pártot támogatta, milyen politikai állásfoglalást alakított ki. Kezdetben nagyon egyértelmű volt ez a helyzet. Nagykanizsán ugyanis 1867 után végig folyamatosan, hosszú időn keresztül kormánypárti képviselő volt a városban, mégpedig egy országosan ismert személy, aki ugyan nem volt nagykanizsai, de itt választották meg a városban, és hosszú ideig volt a város képviselője, Csengeri Antal. Csengeri Antalt 1869-ben választották képviselővé, és haláláig 1880-ig volt a város képviselője. Csengeri egyébként Nagyváradon született 1822-ben, író volt, akadémikus, Deák Ferenc közeli barátja, tehát részt vett ő is a kiegyezés létrehozásában, a tárgyalásokon, és Deák baráti köréhez tartozva tulajdonképpen, tehát a politikai elit legszűkebb köréhez tartozott. Sokan mondták azt, hogy ha valaki el akar valami intézni a kulturális életben, akkor az csak Csengeri Antal szalonjában tudja elintézni, tehát a villájában tudja elintézni, mert neki olyan nagy befolyása volt a kulturális életre. Nézzük meg, hogyan zajlott ebben az időben, 1870-es években egy parlamenti választás, Csengeri megválasztott Csengerit. Annyira egyértelműen választották egyébként meg, hogy ugye ebben az időben több választás is volt, hiszen 3 évente tartottak választást abban az időben, hogy gyakran még elejjelöltje sem volt. Tehát egyszerűen senki nem indult ellene, és akkor egyhangúan, ezt akkor úgy nevezték, hogy egyhangúan lett ő a város képviselője. Röviden idézném a sajtóbeszámolók alapján, hogyan zajlott például 1872-ben Csengeri megválasztása. Ekkor Csengeri a barátai Gyulai Pál és Szendrei Ignác kísérletében utazott Nagykanizsára. Amikor a vonata megérkezett, nagy tömeg várta a pályaudvaron. A város színe java, helyi előkelőségek 50 kocsival, lovaskocsival, hintóval jöttek ki elé. A tömeg élén Belus József polgármester és Gelsei Gutmann Henrik báró álltak. A tiszteletére fellobogozták az épületeket, és mindenhol nagy éjjelzés fogadta.
Batthyány herceg vendégeként tettek elszállásolva Hegedűs József uradalmi ügyvédházában. Estére a hívei fáklyás menetet akartak rendezni a számára, de ezt Csengeri kérésére elhalasztották, vagy pontosan ez elmaradt. Helyette színházba mentek, majd a helyi kereskedelmi bank elnökségével vacsorázott. Utána, az éjszaka folyamán megtekintette szállása ablakából a helyi tűzoltó egylet bemutatóját. A választási beszédét másnap tartotta meg, amikor a választóközönség 600 terítékes lakomán ünnepelte jelöltjét. 160 fő a szarvas vendéglőben, zenekar mellett, Deák Ferenc nagyméretű portréja alatt, míg a többiek a zöld fában fogyasztották el a díszebédet, amikor Csengeri másfél órás politikai beszédet mondott. Mind a képviselő, mind a hívei pohárköszöntőt mondtak, a polgármester Gutmann Herik is pohárköszöntőben méltatták egymást és a képviselőjelöltet. Tehát abban az időben tulajdonképpen egyfajta nagy ünneplés volt egy ilyen képviselőválasztás, nem is volt politikai harc, hiszen ahogy mondtam, még elejelölt sem volt, hanem egyfajta díszünnepség volt Csengeri tiszteletére. Ez jellemezte tehát az 1970-es éveket, a város és lakói úgy tűnt, hogy teljesen elégedettek a kiegyezéssel és azzal a gazdasági fejlődéssel, ami a kiegyezés bekötésé után az országot jellemezte, az országban lezajlott. Azonban a helyzet érdekes módon gyorsan megváltozott. Csengeri ugye 1880-ban meghalt, és akkor hát ugye időközi választást kellett tartani, hiszen nem maradhat egy választókerület képviselő nélkül, és 1880-ban meg is rendezték ezt az időközi, Nagykanizsán ezt az időközi választást. Ekkor a kormánypárt egy nagyon ismert jelöltet hívott Nagykanizsára, aki szintén nem volt kanizsai, de országosan ismert volt, gondolták, egy ilyen fejlődő város, mint Nagykanizsa, megérdemli, hogy országosan ismert képviselő legyen újra, vagy továbbra is, ezért Jókai Mórt, az ismert írót hívták meg 1880-ban, tehát a kormánypárt, tehát a Csengeri utódaként legyen a választókerület képviselője. Ekkor azonban vele szemben Jókaiként politikus volt, tehát író volt és politikus, országgyűlési képviselő, tehát ez nem volt számára egy újdonság, ebben a korszakban folyamatosan politizált és országgyűlési képviselő is volt. Azonban vele szemben most már fellépett egy függetlenségi párti jelölt, tehát egy ellenzéki jelölt, mégpedig Unger Antal ügyvéd személyében, akinek volt kanizsán irodája, de Budapesten is dolgozott, és ő jelölte vele szemben a függetlenségi párt. A két jelölt között nagy harc bontakozott ki, és meglepő eredmény született. Bizony Jókai Mór vereséget szenvedett, itt láthatók a szavazási arányok is, tehát körülbelül 2000 szavazópolgár volt ekkor Nagykanizsán, ugye említettem, hogy kik voltak a szavazók, tehát ez Unger Alajos 1009 és Jókai 876 szavazatot kapott, ezzel Jókai vereséget szenvedett. És Nagykanizsán megfordult a politikai szemlélet, céljárás, tehát ellenzéki jelölt lett a városnak, függetlenségi párti jelölt Unger Antal személyében. Mi lehet az oka ennek, hogy ez történt, hogy ellenzékivé vált a város? Ennek több oka is van, és most beszélnem is kell erről, mert a későbbiekben is ez meghatározta Nagykanizsa politikai arculatát, illetve nem csak Nagykanizsáét, hanem tegyük hozzá, mert itt van az egyik oka ennek az egész történetnek, Nagykanizsa és térségének politikai arculatát kell megvizsgálnunk ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt. Ugyanis a helyzet az, hogy ez a választókerület, a nagykanizsai választókerület nem csak a városból állt, hanem Nagykanizsa városból és a környező területből. Egyébként ugye ma is ez a helyzet. Tehát sok környező falu tartozott még a választókerülethez. És az ellenzéki érzelmű szavazók elsősorban nem a városban voltak, hanem a vidéki területeken, tehát a falvakban. Illetve jellemző módon még Nagykanizsán belül is volt egy városrész, amelyik jellemzően ellenzéki magatartású volt. Vajon melyik városrész? Többen tippelnek, szerintem jól tippelnek, Kiskanizsa. Tehát a kiskanizsaiak voltak jellemzően függetlenségi pártiak, ellenzékiek, és a későbbiekben is, tehát a végig 1980-as, sőt az 1990-es években is ez a választóvonal megfigyelhető, hogy a Nagykanizsa belső területein jellemzően kormánypárti szavazók éltek, míg a peremterületen, Kiskanizsán és a vidéki területen, a falvakban az ellenzékiek voltak többségben. És tulajdonképpen mi ennek az oka? Hát nagyon egyszerű, nyilván a város belső területén a jómódú polgárok éltek. Egy jómódú polgár pedig miért ne ellenzéki? Hát ugye neki jól megy a sora, ő neki minden rendben van, de sok van kapcsolata nyilván a hatalommal,
Már úgy értem, hogy tehát lehet üzleti kapcsolat is, vagy pedig lehet baráti, személyes kapcsolat is, tehát teljesen normális kapcsolatrendszer létezhet itt. Ezért feltételezhető nyilván, hogy a jobbmódú polgárok, azok a szabadelvű párt mellett voksoltak is. És vajon mi motiválta akkor a többieket? Hát ennek több oka is lehet. Egyrészt nyilván valóban az anyagi helyzet is, tehát az, hogy valóban ebben az időben az országban egy nagyon komoly gazdasági fejlődés zajlik Magyarországon. Ez Magyarországnak egyik nagy fénykora, az 1880-as, 90-es évek, ekkor épülnek csodálatos épületek az országban, gyárak, üzemek, vállalkozások gyarapodnak, és semmiből szinte csodálatos hatalmas gyárak, üzemek jönnek létre. De azért van egy olyan része is a társadalomnak, amelyik nem jár jól ezekkel a változásokkal, elszegényednek. Mondok néhány ilyen réteget, például azok a gazdálkodók, akik nem tudták felvenni a piaci versenyt most már ebben a egyre rohanó világban, ami ugye hát abban az időben kezdett el rohanni, hogy így mondjam. Ugye, tehát a piaci versenyről van itt szó, modernizálni kell, új eszközöket, technikát kell alkalmazni, fel kell venni a versenyt a másik piaci szereplővel, fel kell venni a külfölddel a versenyt, és sorolhatnám. Hát akik ezt nem tudták megtenni, azok kezdtek elszegényedni, eladósodtak, elveszették a vagyonukat, elárverezték a földjüket, és így tovább. Ez jellemző volt Magyarországon a társadalom egy részére. Nyilván ők közül sokan azonnal ellenzékivé váltak. Azt mondták, hogy nem jó ez a berendezkedés. Illetve az iparon belül is a hagyományos iparral foglalkozók közül sokan jártak így, például a kisiparosok. Ugye már nem volt annyira szükség a termékeikre, hiszen jött a nagyipar, a gyáripar, ami olcsóbban, nagy tömegben, dömpingszerűen állított elő a termékeket. Nagyon sok kisiparos tönkrement, a kisipari munkások, a segédek, az inasok munkanélkül maradtak. És nagyon jellemző, hogy ebben az időben valóban ezek a társadalmi rétegek alkották az ellenzéknek a bázisát. Ez állt itt is a háttérben, tehát ez az oka annak, hogy és nyilván ez az elszegényedés jobban érintette a vidéket, a földműveseket, a gazdálkodókat, kisiparosokat, akik elsősorban a városnak és a régiónak ezen az említett területén laktak, tehát falvakban, a város peremterületein, míg a belvárosban a jobbmódúakat kevésbé érintették, sőt, inkább épp ellenkezőleg ők az anyagi gyarapodásban vettek részt. Nos, ez azért is volt fontos ezt hangsúlyozni, ezt a társadalmi folyamatot, mert ez a politikára nagy hatással volt, és nem csak Jókai vereségét okozta 1880-ban, hanem a 80-as években végig ez a tendencia megmaradt. És a következő nagy választás 1884-ben zajlik, amikor ugyanez a helyzet lejátszódik. Ekkor ismét ellenzéki, szinte csak a neveket kell, új neveket kell mondanunk, de ugyanolyan társadalmi helyzetű személyek jelennek meg. 84-ben Inkei László földbirtokos ellenzéki jelölt, indul a választáson. Vele szemben Falk Miksa, tulajdonképpen mondhatnánk, hogy Csengeri méltó utóda lehetne, hiszen ő is egy országosan ismert író, tudós, politikus, szintén a kiegyezéspártiak vezető személyisége, azonban ő is vereséget szenved, és Inkei László nyeri a választást, és továbbra is Unger Antal féle választási szituáció ismétlődik meg. Itt 1887-ben történik egy változás, ekkor Inkei vereséget szenved, na ekkor egy kormánypárti, Hertelendi Béla, városi főjegyző megnyeri a választást. Ennek az oka, hogy ekkor a kormánypárt beleadott apai tanyait, hogy a választást megnyerje, nyilván komoly pénzeket is mozgósítottak, és végül sikerült a városi főjegyző személyében kormánypárti képviselőt megválasztani. 92-ben ismét a régi szituáció és az rendkívül izgalmas választás kezdődik. Megint a régi fegyverhez nyúl a kormánypárt, hogy egy országosan ismert személyt hívnak jelöltnek Nagykanizsára, Vlasics Gyula személyében. Vlasics Gyula szintén egy rendkívül érdekes figura, mert egy országosan ismert jogász, jogtudósról van szó, aki azonban abban különbözik Csengeritől vagy Falk Miksától, hogy ő viszont már nagykanizsai, tehát egy helybeli származású, országosan ismert személyt jelölnek. Vlasics ugyan nem itt született Kanizsán, hanem Zalaegerszegen, de már is alsóbb iskoláiba is ide járt Kanizsán, mert rögtön születése után ide átköltöztek. Apja, Vlasics Antal pedig a város befolyásos polgára lett, a nagykanizsai törvényszék elnöke
lett, tehát már az apja is jogász, bíró volt. Vlasics nem csak személyében reprezentálta a csengeri féle előkelő társadalmi rétegeket, hanem még kapcsolat is volt köztük, hiszen Vlasics Antal, Csengeri Antal lányát vette el feleségül, tehát még ilyen értelemben is kapcsolat fűzi a korábbi régi képviselőhöz. Vlasicsot tulajdonképpen 92-ben, amikor jelölték a helyi polgárok képviselőjelöltnek, sokáig nem is volt elejelöltje. Tehát úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen őt úgy, mint Csengerit, végre országosan ismert személy, nagykanizsai is, tehát vele minden rendben van, hát igaz, hogy nem ellenzéki, de azért mégiscsak most már elfogadják, és egységesen megválasztják, elejelöltet sem indítanak ellene. Ekkor azonban egy érdekes választás közben már egy rendkívül érdekes esemény történt, és ez ami azt a választást különlegessé teszi. Az egyik választási rendezvényen egy túlbozgó Vlasics kortes, ugye kortes, ezt így nevezték, aki kampányolt a jelölt mellett, tehát abban az időben a kortesek, azok, akik kampányoltak a jelölt mellett, aktivisták, ilyen gúnyos megjegyzést tett a kiskanizsákra. Ugye ezt nem kellett volna, mert megsértődtek a kiskanizsák ezen a megjegyzésen, ezen a lenéző megjegyzésen, és elhatározták, hogy ellenjelöltet állítanak. Tehát itt igazából nem is a politikai ideológia, hanem egy ilyen személyes ellentét eredményezte azt, hogy meg csak pár nappal a választás előtt hirtelen elhatározták, hogy ők bizony állítanak a Vlasics ellen, a nagynevű jelölt ellen egy ellenjelöltet. De kit állítsanak gyorsan, elő kell szedni egy elfogadható személyt, és végül a helyi piarista gimnázium egyik tanárát, Hévízi Jánost kérték fel jelöltek, aki el is fogadta a jelölést. És így ő ellenzéki jelöltként elindult. Nem is volt egyébként Hévízi kanizsai, Kecskeméten született, de aztán ide került a gimnáziumba tanárként, és itt tanított. És végül hatalmas meglepetés következett be, Hévízi megnyerte a választást, 1473 voksot kapott Hévízi, és 1207-et kapott csak Vlasics, tehát kis különbséggel, de Hévízi megnyerte a választást. És ha megnézzük, hogy hogyan szavaztak a városrészekben, mert ezt is meg tudjuk vizsgálni, elmondanám az eredményeket, hogy a város és az egyes városrészekben és vidéken milyen eredmények születtek. Hévízi Nagykanizsa városában, tehát Kiskanizsát nem számolva a város területén, csak 83 voksot kapott. Vlasics ezzel szemben 688-at. Kiskanizsán ellenben Hévízi 227 voksot kapott, és Vlasics, gondolnak hányat? Egyet sem, tehát nullát. Tehát ennyire összetartó volt, és egy irányba mozdult a kiskanizsáknak az álláspontja, egyetlen egy voksot sem kapott Vlasics. És végül, de még mindig vezet Vlasics, ugye? De végül vidéken eldőlt a választás a falvakban, mert ott Vlasics 519, Hévízi pedig 1100 voksot kapott, tehát ezzel így összességében. Na itt lehet tehát jól látni ezeket a választóvonalakat és ezt az álláspontot, hogy abban az időben mi döntött el egy választást. Tehát volt egy ilyen alaphelyzet, közjogi állás, hogy most támogatom a kiegyezést, meg ellenzéki vagyok, de ez nem mindig működött, mert elég volt egy ilyen sértő megjegyzés, egy lenéző megjegyzés, és egy városrész összefogott és eldöntötte a választást, ahogy itt most a kiskanizsaiak is tették. Tehát ismét Nagykanizsának ellenzéki jelöltje volt, és ahogy látjuk, így zajlottak a választások az időben. Kicsit térjünk el a parlamenti választásoktól, és nézzük meg, hogy milyen más politikai események történtek ebben az időben. Hát nyilván nagyon fontos még a városnak a helyi politikai élete, a polgármestereknek a választása, és a helyi politikai élet, politikai eseményei is. Ugye ezt alapvetően abban az időben úgy zajlott, ahogy ma, tehát egy város helyi politikai viszonyait, életét, a közéletet a polgármester és a helyi képviselőtestület határozta meg, vagy hát ők döntöttek ezekben az ügyekben. Láthatjuk a képen, hogy kik voltak abban az időben a polgármesterek, Halvacs József, Belus József, majd sokáig Babocsai György, akinek a nevéhez a városnak egy rendkívül fejlődő periódusa, időszaka kötődik, de hát ez nem csak Kanizsára volt érvényes, hanem az ország más területén is 1980-as, 90-es években az egyik fénypontja volt ez a gazdasági értelemben az országnak. Illetve az első világháborúig Vécsei Zsigmond követte. Ami a városi képviselőtestet illeti, itt fontos egy kicsit megnéznünk, hogy hogyan is abban az időben is zajlottak ugye itt is választások. De ez egy kicsit másképpen nézett ki, mint a mai rendszer.
Volt annak egy olyan összetevője, ami ma már nem létezik. Ez pedig, ahogy a képen is láthatjuk ezt a szót, a virilisek személye volt az, ami ma már nem létezik, abban az időben azonban a helyi politikát meghatározta. Kik azok, mi az, hogy virilis? A virilis, abban az időben így nevezték, az egy személy, nem egy konkrét személy, hanem egy személyek egy csoportja. Mégpedig a viriliseknek nevezték abban az időben, az egy városban a legnagyobb adót fizető polgárokat. Tehát ugye, ma is mindenki fizet adót, és abban az időben megnézték, hogy az adott városban ki mennyi adót fizet be, ezt listába rakták, mármint befizetett adó mértéke szerint, és akkor aki a legtöbb adót fizette, abból azok álltak a lista elején, és ezek a személyek, és ez az érdekes ebben a törvényben, ezek a személyek abban az időben, tehát a dualista rendszerben automatikusan a városi képviselőtestületnek a tagjai lettek. Mégpedig oly módon, hogy a városi képviselőtestület felét alkották a virilisek. Az attól függött, hogy hány fő, hogy mekkora volt a város, hány képviselője volt a városnak, hogy 40-50 képviselője volt abban az időben egyébként a városnak. Ez ugye változott a lélekszámtól is függött. És ennek a felét, tehát mondjuk, hogy 20-25 főt alkották a virilisek. Tehát magyarán Nagykanizsa 20-25 legnagyobb adófizetője automatikusan városi képviselő lett. Ezt minden évben összeállították ezt a jegyzéket, tehát minden évben megnézték, hát ugye adót ugye minden évben kell fizetni, azt összesítik, és akkor összeállították a jegyzéket, és a jegyzék alapján minden évben a városi képviselőtestület tagjait frissítették, úgymond, tehát vagy új személyek jöttek, vagy maradtak a régiek, hogyha továbbra is a nagy adófizetők között. Hát mondom se kell, hogy az Nagykanizsának azok az ismert nagyvállalkozói, a gyárosok, tulajdonosok, akiknek talán az épületei ma is a városban láthatók, és akik neve ismertek, azok nagy valószínűséggel mind képviselők is voltak. Érdekes dolog még az, hogyha az illető nem akart maga személyesen részt venni a képviselőtestületben, akkor akár maga helyett más is küldhetett, aki őt képviselte. Tehát abban az időben, tehát így nézett ki a helyi képviselőtestület, tehát a felét a legnagyobb adófizetők alkották, és a másik felét pedig a választott képviselők, tehát őket bizonyos időközönként a néhány évente tartott választáson ugyanúgy megválasztották. Most ami a nagy különbség a képviselőtestület összetétele és a parlamenti választások között, az az, hogy itt viszont mindvégig kormánypárti a képviselőtestületnek az összetétele. Hát ugye ezzel nem lepődünk meg, hiszen ezek után már mindenki gondolja azt, hogy ez már nem is lehet másképpen, hiszen hogyha egyszer a legnagyobb adófizetők, a jómódú polgárok, azok a képviselőtestület fele, csak a másik felét alkotják a választók, akkor biztos, hogy a kormánypártiak többségben vannak, hiszen a jómódú, ezt már tisztáztuk, ugye a város belső területein a jómódú polgárok és általában a kormánypárt szimpatizánsai voltak többségben, tehát értelemszerűen a képviselőtestület és maga a polgármester is jellemzően kormánypárti volt. Egyébként ehhez még azt kell hozzátenni, hogy pártpolitika abban az időben a testületben egyáltalán nem volt, pártok nem alakultak a képviselőtestületben, politikai csaták nem voltak, maximum a polgármester választáskor lehettek, de akkor sem pártpolitika volt. Tehát nem úgy volt, mint ma, hogy a nagy pártok állítottak jelöltet, abban az időben személyek indultak, pártpolitika az önkormányzati választásokon nem volt jellemző abban az időben. Személyükben indultak, tehát nem párt indította őket a polgármesterek, hogyha egymás ellen indult a polgármester, és a képviselők is sem párt színekben indultak, hanem itt személyekről volt szó. Hát a virilisek pedig egyáltalán nem, mert ugye ők pedig még csak nem is politikai alapon kerültek be, hanem egyszerűen adófizetői mi voltukból fakadóan. Tehát igazából a politikai életet azt a parlamenti választások mutatták, hogy milyen politikai irányok alakulnak ki. Az önkormányzati választásokon pedig a város helyi életének, ügyeinek, a konkrét ügyeinek az intézése körül kialakult viták alkották. Térjünk vissza, ugye most már a századforduló időszakában vagyunk, 1890-es években, nézzük, hogy változik-e, és hát ugye továbbra is ellenzéki képviselők vannak a választókerületben, hogy mi történik, változik-e a helyzet 1890-es évek második felében. Ekkor ismét hosszú időre egy képviselő lesz a kanizsai választókerület küldötte, Zicsi János személyében. Bocsánat, rosszul írtam a nevet a képen, Zicsi Aladárról van szó,
ezt bocsánat, nem javítottam ki. Tehát Zichy Aladárról van szó. Zichy János is létezik, ő a bátyja, de nem ő a képviselő, hanem Zichy Aladár. Zichy Nándornak, aki egy pártvezér, és az ő két fiáról van szó, és az egyik fia, tehát Zichy János egy másik választókerületbe indult, és a kisebbik fia Aladár az, aki a Kanizsa képviselője. Melyik pártról van szó? Azonban itt Zichy Nándor már egy harmadik pártnak a vezére, amely párt az 1890-es években alakult meg, tehát a Kanizsa képviselője is most már nem függetlenségi párti és nem szabadelvű párti, hanem egy harmadik pártnak a képviselője. Ez a párt a Katolikus Néppárt. Ez 1890-es években alakult meg, és ugye a neve is mutatja, tulajdonképpen egy ilyen vallási alapon, tehát katolikus alapon szerveződött párt, amely ebben az időben alakult meg, és nyilvánvaló módon olyan területen tudott befolyást szerezni, ahol ami katolikus vallású többségében, így elsősorban például a Dunántúlon, hiszen tudjuk azt, hogy a korabeli Magyarországon, meg ma is, a Dunántúlon jellemzően a katolikusok ennek többségben, az Alföldön a reformátusok, tehát nyilván a Katolikus Néppárt az Alföldön kevésbé volt jelen, illetve a történelmi Magyarország más területein is, például a Felvidéken is katolikusok éltek, és ott is a Katolikus Néppárt erős tudott lenni. Ellenzéki párt volt a Katolikus Néppárt, tehát nem támogatta a kiegyezést, illetve pontosabban a kiegyezést bizonyos formában egyetértett, de más problémákat látott, tehát ellenzéki párt volt, és hát kisebb párt volt, tehát nem ért el azt a szintet, mint a kormánypárt, vagy akár a függetlenségi párt is, tehát egy harmadik kisebb pártnak tekinthető. Nézzük meg ezt az 1996-os választást, ahol tehát egyik helyen már jól szerepel Zichy Aladár. Tehát a három jelölt indult Szűcs Miklós a kormánypárt személyében, aki egy bíró volt, a helyi törvényszék bírája volt, Zichy Aladár és Unger Alajos, aki Unger Antal, ezt is rosszul írtam, ezen a ponton úgy látszik elkülönült a figyelmem. Tehát Unger Antal, aki már korábban volt a képviselő, visszatért Nagykanizsára, tehát három jelölt indult 1896-ban. Nagyon érdekesen alakult ez a választás. Tehát Szűcs, Zichy és Unger három jelölt még soha nem indult Kanizsán, ez az első választás, amikor három jelölt is volt. Hát ugye tulajdonképpen a Katolikus Néppárt megalakulása adta ezt a harmadik jelöltet. 1896-ban. Elindul a választási kampány, és ekkor Unger Antal végül úgy látja, hogy nem sikerülhet nyernie, ezért visszalépett. Visszalépett a választástól, és végül is tulajdonképpen akkor mégiscsak két jelölt maradt. Ez jellemző volt egyébként a dualista korban, hogy általában mindig két jelölt, egy vagy két jelölt volt. Tehát Zichy Aladár és Szűcs Miklós végül is egy kormánypárti és egy ellenzéki jelölt. Felolvastam, hogyan zajlott az 1996-os választás, ez megint nagyon izgalmas volt. Megint a sajtó beszámolók alapján idézem. A választás rendkívüli izgalma között zajlott. Kora hajnalban talpon volt már az egész város. A katonaság elfoglalta a helyét, meghúzta a kordont. Tehát ugye azért katonaság, mert félő volt, hogy összeverekednek a választók. A Szűcs párt a Szarvas és a Korona vendégét foglalta el, a Zichy párt a Széchenyi térre és a Felső templom előtti térre szorult vissza. A kettő között a katonaság tartotta tisztán a teret. A választás a polgári egyletben zajlott, ahol a Szabadszerű Bizottság működött. Ez alatt megkezdődött a környék felvonulása. Ugyanis a környékbeliek is itt szavaztak. Tehát itt egy helyen volt a választás, a központban, és vidékről is ide kellett bejönni. Tehát több ezer ember tódult be a városba, és bizony ezért várni lehetett, és gyakran történt is, hogy verekedés tört ki a bejövők között. Sokan ittasan is jöttek ráadásul, tehát ez ugye igencsak könnyű táptalajt adott egy nagyobb verekedés kibontakozásához. De visszatérünk a sajtóhoz. Impozáns volt a kiskanizsaiak felvonulása. Nálunk ekkor, hát ez a sajtó beszámolt idézem, tehát nálunk már, tehát kanizsaiaknál nálunk már nem történt semmi, de azt mondják, hogy vidéken több helyen rálövöldöztek a néppártiak a kocsikon jövő kormánypártiakra. Tehát elhaladt egy kormánypárti kocsi, mondjuk egy hintó, és valamelyik faluban rálőttek. Hát ez ismét előfordult ilyesmi. Sokan külön vonattal érkeztek, különösen a kormánypártiak, akiket tűzoltózenekar és a cigánybanda fogadott az állomáson. Tehát egy óriási kavalkád volt, el tudjuk képzelni ebben az időben, akkor aznap a városban. A szavazás rendje fölött sorshúzás döntött, és a Szűcs pártnak kedvezett. E párt nagykanizsai hívei kezdték meg a szavazást. Tehát a szavazás úgy zajlott, hogy az egyik párt emberei egyszerre mehettek oda, tehát nem úgy, hogy mindenki mennek, és akkor közli az illető, hogy most kire szavaz, hanem az egyik, aki
a Szűcsre szavazott, akkor azok mind annak kellett menni, és akkor őket szépen ugye, tehát listába szedték, hogy ők szavaztak erre a jelöltre. Utána, amikor ők mind végeztek, akkor jött a másik párt. Azt nem említettem egyébként, hogy abban az időben egy nyílt választás volt, de ezt ugye tudnunk kell, hogy akkor még nem titkos választás volt, a nyílt választás volt. Tehát az illető odalépett a választási bizottság elé, és hangosan közölte, hogy kire szavaz. Na most hát itt sorba jöttek az egyik párt jelöltjei, közölték, hogy akkor ők igen, a Szűcsre szavaznak, jött a utána mondjuk délig ők leszavaztak, délután pedig jött a másik, és akkor ők pedig közölték, hogy ők pedig a másik jelöltre szavaztak. Tehát így zajlott a választás. Nagyobb rendetlenség csak az este beálltával következett be. Ekkor a néppárti táborban lévő csöcserék, fiatal suhancok mozgásba lendültek, és annyira megszállotta őket a harci tűz, hogy csak a legnagyobb erőfeszítéssel lehetett őket megfékezni. Ekkor a rendőrség és a csendőrség támadólag lépett fel, és mert rájuk közáport zúdítottak a fiatalok. Majd vad futásnak eredtek a főutcán felfelé, a Petőfi és a Teleki utcákon. Eközben nem kíméltek egy ablakot sem, mindegyiket beverték. Tehát kővel dobálóztak este, ablakokat beverték, ilyen randalizás következett be. Ettől függetlenül Zicsi megnyerte a választást, mégpedig 2014-1082 arányban, tehát tulajdonképpen nagy fölénnyel, és akkor így ezt ettől kezdve, tehát ahogy látjuk, több cikluson keresztül egészen 1910-ig lett Zicsi Aladár Nagykanizsa város képviselője. Tehát ellenzéki képviselőről van szó, a katolikus néppárt képviselőjéről, amelyik tehát egy ilyen speciális párt, és nyilván az is magyarázat, hogy Nagykanizsa lakói és a vidék lakói is többségében katolikusok is voltak, és ezért nyilván ezért tudott ez a párt ilyen befolyást szerezni itt a térségben. Haladjunk tovább, összességében összefoglalva a dualista kort, tehát látható, hogy a választások időszakában jellemzően a város ellenzéki képviselőt választott, és a nagy harcban zajlottak ezek a választások, és nagyon meghatározta ezeket az, hogy a város vagy a választókerület melyik része hogyan szavazott, a kiskanizsaiak gyakran eldöntötték a választást, és másképp más politikai nézete volt a vidéki szavazóknak és a városban lévő szavazóknak. Haladjunk tovább az új történelmi korszakra, az első világháborúra, illetve az első világháború utáni időszakra. 1918-19-re, ugye az első világháború időszakában nyilván nagyobb politikai események nem voltak, hiszen a háború időszakában nem tartottak sem választást, még önkormányzati választást sem. Politikai pártok nem nagyon működtek, és az ország teljes figyelme a háborúra koncentrálódott. A választást ugye a monarchia elvesztette, a monarchia felbomlott, és 1918-ban hatalmas változások kezdődtek. Habsburg uralkodó lemondott a trónról, és 1918 őszén, októberében Magyarország kikiáltotta a függetlenségét, kikiáltotta a köztársaságot. Károlyi Mihály lett először a miniszterelnök, majd később az államfő, és Magyarország független önálló állommá változott. Igen ám, de szembe kellett néznie ugye a világháborút lezáró békével, annak tartalmával, ugye a trianoni béke végét kellett aláírnia, ami nagyon drámai hatása volt nem csak az ország életére, hanem Nagykanizsára életére is. Nézzük, mi történt ekkor a városban. Már a világháború időszakában Magyarországon új politikai erők jelentek meg, a korábbiakhoz képest, amelyekről eddig beszéltünk. Így az egyik nagyon fontos politikai erő a független kisgazdapárt, amely alapítójáról, Nagyatári Szabó Istvánról, és ő volt a képviselője is, mármint a parlamenti képviselője is, gyakran így is neveztek, hogy a Nagyatári féle kisgazdapárt. Ennek Nagykanizsán Hegedűs György ügyvéd, újságíró, lapszerkesztő volt a vezetője. Hegedűs György ügyvéd volt alapvetően, de egyben ő volt a helyi lapnak, a Zalai Közlönynek is a főszerkesztője. A másik politikai erő pedig a Szociáldemokrata párt, amelyik egy baloldali munkáspárt, tehát elsősorban a munkásokat képviselte, és a munkások érdekében lépett fel. Vezetőjük Nagykanizsán Schneff József és Hamburger Jenő voltak. Ezek már tehát a két párt, még annyit ugye meg kell jegyeznünk, hogy a két párt nyilván két párt alapvetően más társadalmi rétegeket képvisel, tömörít, tehát ahogy mondtam, a Szociáldemokrata párt az munkásokat, tehát elsősorban itt ipari munkásokról van szó, főleg gyáripari munkásokról, és ugye Kanizsán nagyon sok gyár és üzem volt abban az időben, tehát Kanizsán erős volt a Szociáldemokrata párt. Míg a kisgazdapárt, ugye benne van nevében, elsősorban a földműveseket, a gazdálkodókat, a parasságot képviseli, tehát nyilván a kisgazdapárt
vidéken volt elsősorban erős, de azért Nagykanizsán is, például Kiskanizsán nyilván erős, hiszen ott is sok földműves élt abban az időben, tehát Kiskanizsán is erős volt a kisgazdapárt. Amikor 18-ban tehát Károlyi miniszterelnökké válik, és az országban kikezdi a köztársaságot, akkor tehát ez a három politikai erő jelent meg, tehát a Károlyi párt, a Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata párt. Ezek a városban mindenik jelentős tagsággal és képviselővel rendelkezett, azonban különösebb, és hát egyfajta harc folyt közöttük, azonban végül ezek semmilyen eredményre nem vezettek, hiszen egy váratlan esemény történik, 19 márciusában kikiáltják Magyarországon a tanácsköztársaságot. Ez egy bolsevik hatalomátvétel, tehát tulajdonképpen egy kommunista rendszer, a Szovjetunióban létrejött kommunista rendszer mintájára, Magyarországon is egy időre létrejön a tanácsköztársaság. Ebben az időben Nagykanizsán is, tehát ilyen küldöttek, jellemzően Budapestről érkezett kommunista küldöttek, illetve vették át a hatalmat, és ezek a pártok tehát háttérbe szorultak, nem tudtak működni. A változás utána következett be, vagy pontosabban ezek a pártok, ugye a tanácsköztársaság csak rövid ideig, 19 márciusától augusztusáig működött Magyarországon, és különösebben, tehát 19 augusztusában a tanácskormány lemondott, és ekkor új hatalmi időszak kezdődik, az említettem a Horthy korszak. Ez ismét új államberendezkedést jelentett, hiszen ekkor Magyarország visszakapta a királyság államformáját, monarchiává vált, azonban nem volt király az országnak, ugye Horthy kormányzóként állt az ország élén. Ezt, hogy ez a Horthy kor berendezkedése megszilárduljon, ez ismét parlamenti választást kellett tartani. És ez 1920-ban zajlik, és így Nagykanizsán is lezajlik a választás 1920-ban. Három jelölt van ekkor a városban, egy kisgazda jelölt, a kisgazdapárt jelöltjeként, Karlovics József, egy helyi gazda, Újvári Géza, egy keresztény párt, a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának a képviselőjelöltje, és végül a harmadik jelölt, Krátki István, nagykanizsai főjegyző, aki egy ilyen párton kívüli, mérsékelt, jobboldali jelöltként indul, és végül Újvári Géza nyeri meg a választást. Ez a bizonyos Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja, amelyik ekkor megnyeri a választást, ez nem más párt, mint az a párt, amelyik az országban is kormányra emelkedik, és amelynek a vezetője Bethlen István és Teleki Pál, az a két ismert politikus, akik aztán 1920 után az ország politikai életét meghatározták, és aztán oly sokáig 21-től kezdve, ugye 10 éven keresztül Bethlen István miniszterelnökként tulajdonképpen konszolidációt hajt végre az országban, és miniszterelnökként irányítja az országot. Tehát kormánypárti jelölt nyert Nagykanizsán, és jellemzően megfigyelhető a 20-as években végig, hogy Nagykanizsán kormánypárti jelölt győz. Két év múlva van újraválasztás, 22-ben, amikor nem más indul Nagykanizsán, mint Kállai Tibor pénzügyminiszter, aki nem más, mint a Bethlen kormánynak a pénzügyminisztere, Bethlen István miniszterelnök jó barátja, közeli ismerőse. Ellene indul egy ellenzéki pártvezér, Rassai Károly, egy ilyen Budapestről érkezett ügyvéd, polgári demokrata, aki olyan értelemben ellenzéki, hogy hiányolja a demokratikus jogokat Magyarországon, tehát egyfajta ilyen polgári demokrata irányból ellenzéki politikus, ő egyébként ennek a polgári ellenzéknek az egyik vezére Magyarországon, tehát egy két ismert politikus csap össze 22-ben Nagykanizsán. Kállai azonban nyer fölényesen, tehát Nagykanizsának a 20-as években egy kormánypárti, kormánynak is a tagja, itt látható a képen Bethlen István miniszterelnök és Kállai Tibor 1923-ban Londonban tárgyalnak éppen, egy tárgyaláson vesznek részt. Tehát Kállai Tibor nagyon hosszú ideig, több mint 10 évig ismét Nagykanizsa képviselője. 22-től 1935-ig közben van több választás, ezeket Kállai mindig fölényesen megnyeri. És ekkor 1935-ben van egy nagyon érdekes fordulat, akkor ismét választások vannak, és ekkor történik az, hogy ismét ez a képelható kapcsolat, Kállai és Bethlen közötti kapcsolat országos visszhangot kap. Ekkor ugyanis Bethlen István már nem miniszterelnök, le kellett mondania, és Gömbös Gyula a miniszterelnök, és az országban egy jobbra tolódás következik be. Ugye Gömbös egy jobboldali politikus, egy mondhatni szélső jobboldali politikus, és az országban Bethlen István váltja fel, ugye, hát pontosabban utána következik a miniszterelnöki poszton,
és Betlehem már nem ért egyet azokkal a folyamatokkal, amiket Gömbös elkezdett. És Betlen, mint ellenzéki, tulajdonképpen a volt miniszterelnök, Betlen ellenzékivé változik. És ekkor Betlen István miniszterelnök számára Kállai Tibor felajánlja a nagykanizsai választókerületet 35-ben, és azt mondja, hogy akkor miniszterelnök úr, volt miniszterelnök úr, ugye, tehát ez továbbra is jár neki a megszólítás, miniszterelnök úr, parancsolja, itt az én választókerületem, és legyél te a jelölt, és valóban 1935-ben, tehát Betlen István miniszterelnök, volt miniszterelnök, akkor ugye nem, 31-ig, hogy miniszterelnök lesz Nagykanizsa város képviselője, ellenjelölt nélkül, tehát egyhangon választják meg. Gömbös sem állít ellene miniszter. Gömbös volt annyira úriember, hogy a nagy ellenfelével szemben nem állított ellenjelöltet, tehát így lett Betlen István Nagykanizsa képviselője 1935-ben. És végül beszéljünk még az utolsó parlamenti választásról, 1939-ről, ami a korszaknak is, és a II. Világháború előtt az utolsó parlamenti választás. Mert ami Nagykanizsán akkor történt, az elég jól jelezte azt, hogy az országban milyen folyamatok indultak el. Ugyanis néhány nagyon negatív tendencia is elindult az országban a 30-as évek második felében. Elsősorban a szélsőjobboldal megerősödése volt ez, és ugye abban az időben a szélsőjobboldalt egy politikai erő fémjelezte, a nyilasok, a nyilas mozgalom, és a nyilas mozgalom Nagykanizsán is megjelent. Megjelent, megszerveződött, és 39-es választáson jelöltet is állítottak a nyilasok, mégpedig Tanos Dezső nyugalmazott csendőrtiszt személyében, és három jelölt indult ekkor a választáson, tehát a kormánypárt jelöltjeként a nyilasok, ugye egy szélsőjobboldali radikális ellenzéki csoportként, és egy harmadik, újra a kisgazdapárt is jelen volt, aki Drozdi Győzőt indította. Drozdi Győzőt végül kizárták a választásból, és csak két jelölt indult, vagy tudott hivatalosan indulni, a kormánypárt és a nyilas jelölt. És a választási eredményben látszik, látható, hogy milyen komoly befolyása volt a nyilasoknak, hiszen hajszál híján tudott nyerni a kormánypárti jelölt, 7353 szavazatával szemben a nyilas jelölt, 7158 szavazatot kapott, tehát ez nagyon sok, de tegyük hozzá, hogy a helyzet hasonló volt, mint a dualista korszakban, és megint ugyanaz a tendencia érvényesült, vagyis az, hogy a választókerület nem csak a városból állt, hanem a vidéki területekből is, és a nyilas jelölt elsősorban a vidéki területeken kapott több szavazatot, és a város belső területein azonban a kormánypárt tudott győzni, vagy nagyobb befolyást szerezni, és ez a megosztottság ez továbbra is jelen volt. Tehát ez a választókerület továbbra is jellemezték ezek a választóvonalak. Így a nyilas jelölt vereséget szenved, de azt még el kell mondanom, hogy Zala megyében több nyilas jelölt is bejutott a parlamentbe 39-ben. Zala megyéből összesen 11 képviselő került be a parlamentbe 39-ben, ebből 4 volt a nyilas. Tehát Zala megyében komoly nyilas befolyás volt, és de Kanizsán sikerült a nyilas jelöltet elütni a mandátumtól. Összefoglalva, tehát a Horthy korszakot elmondhatjuk azt, hogy a városnak ebben az időszakban meglehetősen ismert képviselői voltak, Kállai Tibor, majd Betlen István személyében, tehát egyfajta országos figyelem is terülődött a városra, de azok a folyamatok, amelyek megfigyelhetők voltak a dualista korszakban, vagyis egyfajta megosztottság volt a városban és a város és környékén, a vidéki területeken, ez továbbra is jelen volt, hogy a város belső területein inkább tehát a kormánypártra szavaztak, míg a város peremterületein, részben Kiskanizsán, illetve a vidéki területeken pedig inkább ellenzékiekre szavaztak, és egyfajta elégedetlenség, egy politikai elégedetlenség volt jellemző folyamatosan. Azt hiszem az időm lejárt, tehát összességében ezeket a korszakokat fő politikai tendenciát próbáltam kiemelni és összefoglalni. Köszönöm szépen a figyelmet!